kocsik sorakoznak az ideiglenesen kihelyezett jelzőlámpánál Nyíregyháza Dugonics utcájában. Ahogy Kertváros több pontján, úgy itt is útmunkálatok lassítják a haladást, és okoznak megnövekedett zaj és szállópor szintet. A városrészbe sok pénz jut, így van miből fejleszteni. Összesen a topos források az több mint 12 milliárd forintos beruházás jelentenek itt a Barna mezővel együtt, plusz az önkormányzat még a Tenisz utca környékét, a Tagló utcát újítja fel még több 100 millió forintból, úgyhogy ez egy szép összeg, ami ide egyszerre a Kertvárosba érkezik. Ilyen még nem volt a Kertváros történetében, hogy egyszerre ennyi helyszínen is ilyen nagy beruházások folynak. A félútpálya lezárva, néhány napja kezdődött el a Tiszavasvári úti körforgalom kialakítása a Szélsőbokori útnál, amelyen a 36-os főút forgalmát lassítanák le ezen a szakaszon. A várhatóan decemberig tartó munkálatok több ütemben valósulnak meg, az arra közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk, valamint az érintett autóbusz megállókat ideiglenesen áthelyezik. A Kertváros átmenő forgalmának csökkentésére a Róka-Bokori út elkerülőig való kiépítésétől vár megoldást a városvezetés. Az önkormányzat azt tervezi, hogy ha ez megvalósul, akkor a kamionforgalmat azt abszolút rátereli Nyíregyházának arra a részére, éppen azért, hogy a kertvárosi övezetben lakók úgy is érezzék, hogy kertvárosi övezetben, egy pihenő övezetben élnek és laknak erre. Az önkormányzat ezt a tervhalmazt ezt azért alkotta meg, hogy ennek a végén, hogyha az útrajtások megvannak, akkor egy sokkal kellemesebb, zaj és pormentesebb kertvárost adjunk a nyíregyháziaknak, amiért egyszer ide költöztek ki, és ennek a megvalósítása zajlik éppen. A balesetvédelmi szempontból is fontos munkákat kísérő kellemetlenségek kapcsán több panasz is érkezett már az önkormányzathoz, amely a beruházások befejezéséig a lakosság türelmét kéri.